Egy öngyöző homlokkal üdvözlök mindenkit, szép estét, szevasztok, én Gábor vagyok, ti pedig a Techbarátot nézitek. Az egy öngyöző homlokkal, mert hát tudjátok, hogy már ezt elmeséltem, nem akarom listázni, hogy mi történt ugye az elmúlt napokban, hetekben. Köszönöm szépen, amúgy már így alakulok, meg ugye most voltam, aki esetleg követ Facebookon, illetve Instagramon, vagy valamelyiken a kettő közül, akkor az, bocsász, akkor az láthatta, hogy megosztottam egy képet, hogy voltam, tehát megejtettem a szokásos, illetve mostantól a szokásos esti sétámat. Hát biciklizést terveztem, és kicsit többet, de később tudtam befejezni a munkám, úgyhogy csak most éppen ennyi volt, de ebéd után is például elmentem egy fél órát, 3-4 órát kicsit sétálni itt a környéken, úgyhogy összességében azért a napi mozgás így kezdésnek szerintem megvolt. Hát ugye biciklizni azért nem tudtam, mert szakadt az eső, ami mielőtt még indultam volna. Amikor elindultam, akkor már egy tök jó idő volt, igaz, hogy tök hűvös, de ilyen vizes, nyálas, nem tudom, szarutakon nem akartam menni, mert utána hozom csak föl a sarat, illetve a vizet a lakásba, úgyhogy mindegy, jó kis séta volt. Ha valaki kíváncsi pontosan arra, már a fejemre séta után, illetve az adatokra, hogy mennyi idő alatt mennyit sétáltam, mert körülbelül egy 3 kilométer, egy 33-4 perc alatt. Igazából egy kicsit hosszabbat akartam mondom, tehát egy kb. Egy órát csak mondom, megcsúsztam. És a nagyon a streammel meg nem akartam csúszni, mert hát kb. Olyan 9-ig van most időm, és hát ahogy a múlt héten ígértem, most nem Stumble Guys, meg nem Csé, meg ilyen fasságok, hanem most a Settlers-re próbálok majd haladni. Hát nagyon-nagyon szevasz, Bolt, Pi, szia! és üdvözlöm Arnit is, szervusz Arni, meg Blankát is természetesen, meg Lászlót is, hello Laci. Hát Petiről, meg Knobberről, a hazug, meg a spúr Knobberről nem is beszélve, ugye itt van, nem tud küldeni ugye emótot, mert hát ugye nem előfizető, hát ugye csengetni kéne az eurókat, és akkor ugye lenne menő techbarátos emótod, mint például Recsi Petinek. Peti már tudja is, így most akkor igazából megelőzted azokat, akik fel akartak iratkozni, mert így most már nem akarnak feliratkozni, így van 32 szívponttal, akármit is jelentsen, kaptam 32 szívpontot, úgyhogy vagy a szívem kapott 32 pontot, nem tudom, úgyhogy bos ez. Nézd, a pacsi, jó. megérkezett Arni is. Szóval örülök mindenkinek, szóval izzadok, mint a ló, mert ugye szedem reggelente ezt az ilyen kicsit ezt a vérnyomás csökkentő tabletet, amiben van egy valamennyi vízhajtó, mert azt mondják, hogy a vízhajtó viszi le a második értéket, ugye ezt már mondtam múltkori adásban, és amúgy valóban délután megmértem a izzadom, és már 100 alatt volt, 90 valamennyi volt, még az se teljesen jó, de hát jelentősen jobb. Meg hát úgy jobban érzem a fejem, meg ugye a közvetem is jobb, úgyhogy úgy néz ki, hogy használ, viszont amióta szedem, azaz a tényleg így, tehát így elkezdek mozogni, sétálni, valami. Jó, hát nyilván nem nagyon csináltam ilyet, ez tök új nekem így két év után. Csinálok bármit, és így bazdmeg, így folyik rólam a víz. Most is lehet, hogy látszik, hát nem próbálom törölgetni, lehet, hogy fog gyöngyözni majd hamarosan. Úgyhogy szerintem az amiatt van, mert ugye ez ilyen vízhajtó, hát nyilván a víz meg hogy máshogy távozna a szervezetből, vagy a kis dolog útján, vagy pedig így módon, hát most nyilván ugye mindig WC-re nem kell mennem azért, hála a jó Istennek, de inkább akkor izzadjak, mint a ló. Úgyhogy, megy lefelé a víz, nyilván a vízzel együtt gondolom azért így a jó, hát a tömeg az oké, hogy megy le, de ugye ez nem jó, hogyha vízből fogy az ember, illetve hát az nem eredmény, de elkezdtem magam mérni, és hát külön csatornát erre nem fogok csinálni, de majd igyekszem így valamilyen folyamatról beszámolni. Tényleg kajára odafigyelek, hát most mondhatom akár, hogy az intermittent fastingot csinálom, mert igazából 10 óra után ettem egy kis pár falatot, aztán ebédeltem, ilyen fél egy körül, és kb. Utána, hogy a séta előtt tettem egy pár szem sült krumplit, azt így sütöttem ki ilyen olaj nélküli sütőbe, édesburgonyát, bocsánat, és így kb. Ennyi volt, úgyhogy igazából ez még belefér ebbe a 8 órás intervallumba, ugye az intermittent fastingnak az a lényege, hogy egy nap 8 óra, tehát kiválasztasz egy intervallumot, amikor 8 órás intervallumot, amin belül, hát azt mondják, hogy bármit ehetsz, szerintem ez inkább úgy működik, hogy ehetsz, amit akarsz, de azért mértékkel, meg inkább többször kevesebbet, és azon kívül a maradék 16 órában pedig csak vizet ihatsz, vagy hát alszol, ugye. Úgyhogy igazából ezt most ilyen tök tudat nélkül, illetve nem tudatosan, ma végül is ezt csináltam, mert 10 után kezdtem el enni, illetve akkor ettem az első pár falatot a nap folyamán, és hát 5 óra után,
ettem meg ezt a párszem krumplit, úgyhogy igazából így, ja, most egyben csinálom azt a diétát, amit amúgy eredetileg én csinálni akarok, mert én nem akarok ezzel a most 8 óra, meg túl vagyok, nem, hanem a klasszik, tehát ez a kevés szénhidrát, mert kevés cukor, kevés lassan felszívódó, vagy mi ez, terített zsír, azt jó van, és akkor meg hát sok mozgás nyilván, minél több mozgás. Úgyhogy, ja, igyekszem majd. Recsi Peti üzeni Biancának, hogy hasonlít Nathan Drake-re, fogyó haver, így van. Hát vagy klimaxolok amúgy, ja, azon is gondolkodtam, vagy lehet, hogy nem tudom, minden nap lábon kihordok egy szívinfarktust, azon is gondolkodtam, de nem, mert mondták az EKG-n meg a szívótrang után, hogy a szívem tök jól rendben van, meg ilyen izé ritmusosan, tehát ütemesen ver. Hát gyors, tehát a magas a púlzusom azért, de hát az még nyilván a plusz 25-48 kilónak köszönhető, úgyhogy ja. Ja, no. Te is, mint Knobberg. Nem, én kibaszom magam, Knobben nincsen kibaszva, ő csak mondja, hogy járom úgy, de nem tudom, tehát nem látszik meg rajta, nem tudom, lemegy, és akkor megnéz a kirakaton, vagy ott áll így a kirakat előtt, és nézi, hogy gyúrnak a többiek, vagy esetleg be is megy ott beszélgetni a pultossal, vagy én nem tudom, hogy mit csinál pontosan, amikor edzőterembe megy, de hogy nem edzeni, az biztos, mert nem látszik amúgy rajta. De jó megjelenés, hogy tényleg a szakállával nagyon sokat törődik, tehát az ilyen nagyon szépen ilyen egyenesen le van így körbe vágva, látszik, hogy sok időt tölt a tükör előtt. Hát nem kondizással, az is biztos. Egy analiz nem kaptam, köszönöm szépen, nem is nagyon vágyom rá, tehát nem, ilyennel én nem tervezek úgyhogy élni, mert nem tudom, ezt nekem címezted, vagy Arninak, vagy Knobbernek, de nem kaptam. Én meg olyan igen, én mosolyra gyúrok, így van, na nem azért egyszerűen nézi férfiak gizsgú, az biztos, így van, meg a nagy picepszét, és arra csorgatja, vagy lehet, hogy ott áll a kirakatba, és közben egy recsipetizi, na, érted. Na, jó, szerintem kezdjük el a Settlers, mert tényleg nincs most annyira sok időnk. Egyszer volt arra példa, hogy egy ilyen másfél órát le tudtam tolni egy részt, hát szerintem ez most azért nem fog bekövetkezni, mert mindjárt mutatom emiatt. Tehát látjátok, hogy van 4 darab játékos, ugye az egyik az én vagyok, ez a kicsit ilyen kövér. Hát amúgy is, na, rólam mintázták, ez egy kövér ilyen katona, vagy nem tudom, százados, ezredes, milliómos, mit tudom én. És van itt egy ilyen vénbanya, ez nem tudom, ez a Simpson családból a gyárigazgató, annak van az a hegyes oda, nem tudom, hogy hívják, ez meg egy király. Na, de ez legalább, tehát amúgy nem értem, hogy miért nem én vagyok ilyen fasz a gyerek. Tehát látszik ez a, nem tudom, a gyűrűk urából, hogy hívják az embereknek a Viggo Mortensen, nem tudom, hogy hívják a gyűrűk urabeli karakterét, az emberek királya. Jaj, köszönöm szépen Arinak. Na, itt van, megérkezett, Arin, most nem nekem kell intézni a dolgokat, köszönöm. Te pedig akkor kapsz egy hatalmas egy tapsot, mert jól végzed a munkádat, mint moderátorom, és mindenkinek mondom, hogy nem lesz moderátor felvétel a jövőben, úgyhogy marad Arni az a one and the only. No, úgyhogy hát úgy állunk, hogy igen, és hogy ahogy látjátok, és nem igazán jó, hát zöldben mindenki ugyanannyi van, ennek a gyárigazgatónak van egyedül egy kicsit kevesebb zöldje. Én kékben csak a királyt előzöm meg, az eléggé szomorú. A szomorú. És pirosban a másik kettő jobb nálam, és csak a királlyal vagyok egy picivel talán, úgyhogy fú, nem tudom, múltkor mondta nekem, hát most tudom ki, valami Csabi volt, vagy Károly? Talán Károly, de lehet, hogy jön majd YouTube-ra, ő mondta azt, hogy mit mondott? Ja, igen, hát nem, azt nem mondta meg, hogy melyik, de hogy találjam ki. Negyedik a Hagrid. Jó béna a király. Nem, miért? Tartja az almát, egészségesen táplálkozik, valamit a feje felett, nem tudom, lóg, valami szívecske, egy szerelmes király. Szóval, hogy igen, azt mondta nekem, mert nem sokat segített vele, de hogy az egyik az agresszivitás, a másik a sereg, vagy mit? Nem tudom. Szerintem a piros, hát a piros olyan agresszív szín, nem? Tehát a piros az a kommunizmus jele is, de úgy, meg a hülye kispest, na nem, de hogy nem tudom, hát az talán az agresszivitás. Úgyhogy én, látjátok, én ilyen birka lelkű vagyok, mert hát ők sokkal agresszívebbek. Ez a gyárigazgató, meg a vén banya sokkal, sokkal macerásabb lesz. Ja igen, és beírtam már, ugye peace. Szóval, mint darab, bal béke. Szóval, jap, kezdjük el. Bum, 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 bum. Nézzük meg, hogy ki merre található. Hát, itt van hegy. Őt nem kéne odaengedni, a hegyhő. Hát oda azt nem tudom megakadályozni. Mindegy, gyorsan építsünk ide. Nézzük, mit felejtettem, meg mit nem.
Ja, várjál, min van? 40-20, íha. Kell majd kőfejtő. Jó, terjeszkedjünk erre is gyorsan, hogy legyen kövünk. Kövi. ja, igen, és akkor minél több ilyen zászlót leszúrunk. Nop. Annál gyorsabban fogják így van megépíteni. Hol van a másik kópé? Hát... Rá kéne menni erre a hegyre, de az baj, ezt ő el fog... igen, ezt el fogja foglalni. Mindegy, menjünk rá. Gyorsan terjeszkedés. Bassza meg, ez meg már... Jézusom! Remek. Ja, de várjál, van nekem izém kalapácsom? 4-es, 15 kalapács, minden van, 2, 3, 1, jó. Oké. Oké. Igen. Hát, és az, hogy ez itt nem hegy. Tehát ezeket itt mindenképpen el kellene itt foglalnom, mert hát, talán ebben van esélyem nekem valamit bányászni. Hát itt nem hiszem, mert ezt ő el fogja itt foglalni. Hát, nagyon nincs más. A sárgának van amúgy kúra jó pozíciója, nézzetek meg. A lilának is, bassza meg. És őket nem fogom tudni megfingatni. Hogy vagyunk most? Hogy a picsába vagyunk? Menni már. Melyik az enyém? Ja, az üd. Hú, bassz. Hát ez nem jó. Aranyfeldolgó, hát igazából csináljunk egy izét, Tool Smith-t. Minden toolból csináljon egy darabot, nem? Én azt mondom, hogy legyen, hát mondjuk balta igazából, nem kell, fűrés se kell. Ez ugye a, ez majd a izének, a farmosnak, annak is elég kettő, mert szerintem max kettő farmom lesz, ez bőven elég. Bányász, igen, csákány kell majd, meg ilyen fogó. Egy butcherem lesz szerintem, két halász, ez bőven jó. Jó, ássó. Sok kell csákány meg fogó. De meg egyelőre nem építem a többit, mert ja, mert szó kéne, hogy építse ez. Most terjeszkedni kéne gyorsan. Gyárigazgatóra kell rásolni. Hát nem, melyik volt a gyárigazgató? Nem is emlékszem a színekre. Bassza meg. Majd kiderül úgyis, hogyha valamelyik elkezd támadni, vagy ilyesmi, akkor úgyis ugye kiírja, hogy melyik a nagyorú, a tökorú, de a piros volt talán? Ez a gyárigazgató? Nem emlékszem már a színekre. Na mindegy. Jó, elkészültek az épületek. Nagyon nagy. Menjetek már gyorsabban, bazd meg! Na! Jézus Istenem! Jó! Nagyon nagy! Kéne épület!
Ezt meg kéne gyorsan védeni. Az a baj, de szerintem az nem fog menni. Bazd meg, hova, merre csinálj? Ja, tudja. Igen. Kövem az van még, úgyhogy még attól nem félünk, hogy ez... el kell foglalni. Ja, igen. Ja, igen, mit talált valamit a izé? A kis kópácsoló geológusom? Fogadjuk, hogy nem. Követ. Szenet, yes! Ja, csak nem tudok szénbányát rakni. Nem baj, nem baj, akkor környéken. Szerintem itt lesz majd valahol szén. Az már egy jó dolog. Vagy a másik geológusom is, az nagyszerű. Ja igen, itt az ellátási lánc, itt a hajóüzemben ne vigyél, ide nem, ez még most nincs, ugye, azt mondja, hogy azt hagyjuk így, ez majd megy mindenhova, mindenféle bányába, jó, hát egyre most az építőanyagokat vigyék, ez így oké, okay. Széveljünk egyet. De a degborád egyre, jobb, igen, és akkor, aha, ott a szén, hol? Hol? Ja, baszd meg az úton, van. Yes, ott a vas! Arra majd rá kell menni. Nyugi, kicsit később. Ott a szénbánya. Nagyon jó, ezt már le is tesszük. Vinni a fát. Bébé, nincs fám. Hát dehogy nem van. Haló? Miért nem építkeznek? Hát vigyétek már az alkatrészek, vagy alkatrészeket, mi a összetevőket a házikóhoz. Bazán. Jó, akkor kell nekünk vasfeldolgozó, ugye? Aztán kell egy... hát ezt építsük. Viszont akkor kell a ez is. Hát mondjuk erre az oldalra szerintem ide tudunk tenni. Hogy hiák... hát hova rakjuk? Azt tegyük oda? Hát majd ide az farmot szerintem. Ide egy fegyverkészítőt, ide meg egy ilyen túlgyárost. Hol a... hol van a izé? Ja, ott volt. Jó, és akkor még hát aranyfeldolgozó. Hát ez max, ez majd itt lehet. Itt meg berakjuk ide. Kéne menni gyorsan, bazd meg.
De mi? Nincsen fa? Mi? Miért nincs? Mi van? Hát most kezdik el vinni, bazd meg. De miért? Hát van egy csomó izém, fám, ne basszatok már föl. Hát 13 kő, még 28 fa van. És mennyi? 1, 2 barakkot, 3 barakkot kell építeni, ott van a harmadik. A többi az még nincs bekötve, nem 4. Jó, mindegy, 4-et, de hát már rég vinni kellett volna izé. Ó, bassz meg. A picsába. Jó, ezt addig itt... De nem, de azt is kell csinálnom, basszus kulcs, man, bassza meg. Rakjunk még izé vasbányát. Hát, rakhatunk. Le kéne... Na, azt... nagyon jó. Nagyon jó, előbb fog elkészülni. Jó, ide jó. Hú. Na, Mizu is. Hehehe. Oké, ezt elfoglaltam. Azt is nagyon jó. Rá kell még menni.
Hát, hogy a vasbányát rakhatunk, akkor lesz két vas, meg két szénbánya, ugye? Nem, ez itt a vas. Jele ott a két szénbánya, oké. Ugye nem kizé kővel. Van 10 darab kő. Lilával, sárga, piros, ki van még? Ez zöld. Hát, ez zöld, az én vagyok. Ja nem, bocsánat, én vagyok. Jó. Hát szomszédos vagyok, és mondjuk itt föl tudnék nyúlni. Hát ide be kéne nyúlni valahogy, de szerintem, hát oda ő most nem akar még mondjuk építkezni. Kéne ott is területet foglalni. Ja, igen, erre. Hát alapvetően az ével jól állunk. Most már lassan a bányákat is el kéne kezdeni. Nem, még terjeszkedünk egy kicsit. Bányai még azt hiszem... az meg ő talált izét. Neki már van szénbányája a lilának. Lilával hogy állunk? Hogy mi ez a... Jó, vele itt vagyunk szomszédosok. Ezt itt el kéne tőle venni. Az ott égni fog. Az. Hú, de égni fogtok, bazd meg. Hát, mentsük a kettőre inkább, mert ez biztos. Igen, és akkor... Na nézzük, beköltözik a katona. Hát, az szok. Az most csinálja, hogy gyorsabban érjen oda. Nem, az enyém lesz gyorsabb, az enyém lesz gyorsabb. Yes! Igen, akkor ő már arra nem... nagyon nagy. Cool, nagyon nagy. Nagyok vagyunk. Yes! Jó, ez ugye elfoglalta ezt az épületet. Ez nagyon nagy.
Hát esetleg oda be tudunk szúrni. Mondjuk itt ez olyan terület, ami biztos, hogy annyira fontos lenne nekünk, de... Mindegy. Foglalta. Jó, tehát akkor erre már nem fog tudni terjeszkedni, ez mondjuk így kurva jó. És a pirosnak nagyon... Hát, igazából neki nagyon hegye. Van ez egy kicsi, de úgy néz ki, hogy nem talál semmit, úgyhogy a pirossal nem lesz probléma, szerintem. Őt azért meg tudtuk akadályozni. Nézzük még a többit. Mit? Ja igen, ja, az ez. Ja igen, ezt elfoglaltuk, oké. Okay. Ezt is, oké, ez jó. Jó. Ja, igen, jó. Na, mi fog elkészülni? Hát ott, jó, oda kéne fa. Azt már viszik, jó. Jó, megy a fa.
Az ott elkészül. Ez fog elkészülni. Ez azért kellett most, hogy elnézem itt az állást. Mindjárt mondom, hogy miért. Az meg foglalja azért ő is. De így most a hegynek ez a fele, ez az enyém lesz, mert ugye ő tovább itt nem tud terjeszkedni. Őt meg fogom előzni. Jó, ez a következő. Szerintem, én most nem tudom, most nincs itt amúgy a, nem tudom, Laci volt, nem Laci volt, Károly, talán Karcsi, aki segített nekem. De szerintem most ő se, így van, nagyon nagy. Ő sem mondaná azt, hogy rosszul állunk, mert igazából kevés területe van mindegyiknek. Most megnézzük, abszolút, tehát hogy dominálok itt területet tekintve. Most remélem, hogy nem megtámadtak engem. Hát jó, az pozitív, de kösz. Még egy szín. Ú, az nem lenne rossz. Nincs csak akkor. Hol van? Arany!
Azt, na jó, az jó. Most kell. Hú, és ezt meg kell védeni, bazd meg. Azt akkor nagyon gyorsan. Azt nagyon-nagyon gyorsan meg kell védeni. Hogy állunk a izékkel? Oda, így bassza meg. Jó, és ezt meg kell védenem mindenképpen, hát mondjuk ide. Az is jó, elkészült, király. Jó, ez engem annyira nem érdekel itt. Oké. Okay. No. Szerintem épüljön még meg gyorsan. Hát a bányákat kéne gyorsan fölhúzni. Lerettem még ezt a kettőt. Ezt gyorsan el kéne készíteni. Thank you.
Mi? Milyen land? Hol? Ja, hogy... Ja, tudom a szarva. De nem azt, nem a... Oh, az meg. Mindegy, akkor építs oda. Jó, akkor ő már ott nem tud tovább menni, ez itt fasza. És az a legutóbb. Ja, volt még. Ja, jó, ez nem érdekel. Újúj. Bassza meg. No, hát igazából szerintem jó, azt még ott fölépítik. Jó, rámehetünk akkor most már ezekre. Bekötjük itt a dolgokat. Szén. Ez milyen bánya? Vas. Két szén, meg egy vas.
Baszd meg, a piros milyen agresszív. Nem áll. Kurva életben. Azért nem tudom visszafogani sem. Miha? Bassza meg, hol volt pontosan az izé? Aranybánya, azt hiszem itt, ugye? Picsába. Ez itt melyik? Az izé. Elfogyott a kövem. Illetve mennyi van még? Sok, 13. Csákány, fogó, csákány, fogó, jaj, lapát, kalapács, bassza. Hát remélem, ez fogó keres, nem kalapács, mert akkor mi a fasz kell csinálni? Hűha.
így építkezzen, ez most engem annyira nem érdekel. Oké. Első körül most csákány kell. Sok. Jó, hát amúgy jól állunk szerintem, alapvetően, mert megvan mindenem. Hát itt veszítettem egy kis földet, de igazából nem nagyon tudom építkezni, hogy elnézem, és nagyon, hát a pirosnak nincs is igazából izéje, nincs érce. Tehát ő most ezt itt elfoglalta, neki mondjuk ez hegy itt nem jött rosszul, de nem nagyon talált semmit, ahogy elnézem, tehát nem is nagyon keresett. Ide ő épített szénbányát, aranyat nem tudom miért, tehát van két szénbányája. Fura. Hát nézzük meg a statisztikát mondjuk. Ja, mondjuk erősebbek azért az összes hozzám képest, hogyha nagyon így támadgatni én nem fogok tudni. Területben, illetve összességében jobban állok, területtel én vagyok, meg épületek tekintetében is, de hát ugye ezzel nem lehet háborút nyerni, illetve csatát. Illetve hát de, mert most ugye több fejlesztésekbe kezdtem, tehát... Na végre remélem, hogy a fel. Ő már beköltözött, azt mondja, hogy 3 kell még, 4, 5, 6, 7, 8, 8, még 5 csákány kell, akkor, az meg, nem, akkor visszanyomjuk a izét, kell még csákány. Köszönöm.
fát, ma ne vigyél többet. Egyenlőre fát kell vinni. Leszünk. Mennyi kell? Most van 5, akkor 1, 2, ezt elfoglalta már? Nem, azért csak megy. Én nem megy el. Én nem ezt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kell még, és van 5, elkészül. Jó, akkor oké, akkor viszont átállunk most izére. Az a lényeg, hogy ide kéne, hogy hova? Hát ott sok a fa. Ide raknám ezért a butchert. Az azért nem lenne hülyeség. Yep.
Valahol itt találtunk követ. Hát ide még egyszer ki kéne küldeni ezért. Kéne kőbánya, mert még sok mindent már nem kell építenem. És ebből a kőből talán még ki tudom gazdálkodni, de az benne nem építi most ott semmit. Nincs itt talpalatnyi helyesem. Hát jó, végülis nagy terület a miénk. Piros talán még, aki, aki ugye veszélyes, már területileg. Mindegy, terjeszkedésem most már akkor nem kell foglalkoznunk legalább. De szerintem alapvetően tök jól elfoglaltuk előlük azokat a területeket, amiket így akartunk. Tehát így a pirosnak például ugye nincsen izéje. Tehát neki semmilyen bányája nincsen. Tehát ő nagyon katonaságot nem tud fejleszteni. Még mi a faszt kaptam? Ja, igen, most ő találja izé. Sárgának van szén, de igazából más nem épített. Neki van szénbányája. Szén meg vas, tehát mondjuk ő a katonaságát tudja fejleszteni, úgyhogy a lila az veszélyes. Sárgának van szén, és van neki vas, nincs. Hát, igazából akkor lila az, aki itt erősebb lehet még, mert ő tudja a katonaságát fogasztani, a többieknek nincsen vasbányájuk, tehát ők nem tudnak ugye fegyvereket készíteni, meg túlokat sem. Ez nagyon jó. Fegyver készítő is. Nézzük csak. Jó fát, most ne vigyetek a izébe. Oda is megy a izé, a kis kopasz. Neki akkor kalapács kellett? Úgy néz ki, hogy igen. Jó. Készült el.
Jó, a lila támadja izét. Mondjuk az nekünk azért jó, ezek a lila azért, hol szomszédos itt. Egyedül itt. Azt lehet, hogy itt meg kéne... Már mondjuk ez meg van erősítve, ez nem...